Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Kolozs megyei elnöke elmondta, a tanügyi rendszer az összeomlás előtt áll, túlságosan alulfinanszírozott. Nagyon sok iskolai egység, főként vidéki településeken meg sem közelíti a 21. századhoz méltó infrastrukturális felszereltséget, sőt, mi több, olyan alapvető létszükségleti dolgok nincsenek egyes iskolákban, mint kanalizálás vagy éppen ivóvízszolgáltatás. Elégedetlenségünket fejezzük ki az iránt, hogy a kormány nem tartja be ígéreteit, szeretnénk, hogy jobban támogassa az oktatást, valamint azokat a fizetésemeléseket, amelyeket kilátásról helyeztek, amelyeket megígértek, azt tegyék is meg, ne napolják, a bírósági döntéseket úgy szintén fizessék ki, legalább abban az ütemterben, ahogyan felállították, hogy jobb körülmények legyenek az iskolában, és a tanárok helyzete is és fizetése is az Európai Unióhoz hasonló legyen, közelítsen ahhoz. A legnagyobb elégedetlenséget talán mégis az szüli, hogy továbbra sem elég motiváló a tanári fizetés, ezért a fiatalok nem nagyon akarnak erre a pályára lépni. A Szabad Tanügyi Szakszervezet vezetősége hétfőn, október 2-án az ország minden megyéjében megszervezte a tüntetést, ezzel is jelezvén, hogy a probléma nemzeti szintű, és hogy a tanárok megoldásra várnak.